Ha nem telefonálsz, akkor... Rohannunk kell egyébként. Egy ügyvédre. Persze. Ő fiak, ő pályázott. Ő beadta a pályázatot. Arról beszélgettünk itt. Én nem ismerlek még téged, de nem mutatkoztam be. Én Pánikás Krúger. Ismerjük egymást. A fekete dobozról vagyunk. Hogy itt a mai eseményeket, tehát az elmúlt fél dolgairól beszélgetünk, illetve arról, hogy mi történhet ezután. És érdekel a te véleményed is, hogy most ebben a Vitrai által elintott TV2-ben hogyan látod te a helyedet, amit eddig tudtál a dolgokról, hogy fog kinézni az új TV2, abban hogy tudod elképzelni magadat? Hát én magamat nagy képviselni fogok, mert ez sajátom. Én magamat csak úgy tudom elképzelni, mint magamat. És igen, eddig még bármilyen... Miért, bocsáss meg, néhány nem tudják magukat elképzelni magukként itt. Nem tudom, én eddig sokféle műhelyben előfordultam már, amelyik teljesen úgy tűnt, hogy kizárja azt, hogy én ott én lehessek, aztán mégis sikerült. Mert műsort csinálni kell. Szóval egy dolog az, hogy koncepciókat ír valaki. Nekem a pályázat is ezért volt amatőr dolog, ha szabad így mondani. Én abszolút tisztességből adtam be egy pályázatot, főként a kollégáim miatt, akik részt vettek ebben a műsorban, nem magam miatt. Én 15 éve dolgozom a televíziónál, nincs olyan műsor, amire ne tudnám én írni a legjobb szinopszist. Hát ez, aki életében picit dolgozott, az tudja, hogy egyszer történet, hogy mi van a papíron, aztán egyszer történet. Most ezt a pályázatot, ezt rendkívül kedves, aranyos, általam nagyon nagyra becsült emberek bírálták el, akinek fogalmuk nincs arról, hogy a magyar televízióban megcsinálható, vagy nem csinálható meg. Tehát ezek... Az ember állít egy díszlet pakettjára, látja, hogy az 20 millió forint, és akkor azt mondja, hogy ez a magyar televízióban nem csinálható meg. Még akkor is, ha amatőr és nem díszlet tervezés, nem gyártásvezető. Tehát engem jelen pillanatban, szóval nekem ilyen lelki bajaim nincsenek azzal, hogy én hol fogok dolgozni. Engem egy dolog érdekel, én úgy gondoltam, hogy valamilyen módon most már profizmusnak érvényesülnie kéne, és én ezt ma is elmondtam, én bennem semmiféle indulat, vagy emóció, vagy ilyesmi nem szerepel akkor, amikor dönteni fogok. Még mindig nem 100%-os a döntésem. Én egyszerűen ott fogok dolgozni, ahol a jogszerződést kínálják. Ez ilyen egyszerű. Ebben nincs semmi, ha bárki úgy gondolja, hogy emögött ilyen érzelmi, vagy megfontolásbeli dolgok vannak, nem. De érzelmémet a családommal, a szerelmemmel szoktam el, tehát egy 15 évig csináltam szerelemből televíziót. Megtanultam bízni. Ennyi előnye volt ennek az önzetlen szerelemnek. Én ezt mondtam ma is, hogy ez nem szól se személyre, se számra, se senkire, nem szól műsortervekre, mert én körülbelül 40-szer vettem részt ilyen műsortervek megtárgyalásában, és mindig tudom, hogy úgyse az lesz, és előbb-utóbb, akire szükség van, arra szükség van, és akkor az úgyis azt csinálja, amit tudna, amit akar. Nálam az játszott közre, hogy ma, amikor a televízióban 13 percenként változhat meg az elnök, meg mindenki, tudnélik nincs semmiféle garancia arra, hogy bárki is legyen, hogyha itt az Egon Ervin is, meg a Bálint lenne a két intendáns, én akkor is a kettő közül azt választanám, amelyik jobb szerződés. Egy szerződés az arról szól, hogy mit kell csinálnom, mellett az arról, hogy mennyiért kell csinálnom, és hogy milyen jogi garanciákat kapok én, hogyha mondjuk elszerződök a harmadik csatornához, aminek Egon Ervin Kiss az intendánsa, akkor hogyha az Egon Ervin Kiss legyilkolják, lemészárolják, kirúgják, lehetetlenné teszik, akkor én jogilag ne kerüljek kiszolgáltatott helyzetbe. Tehát nekem ez az egyetlen igazi indítatása most, amikor gondolkozom azon, hogy a kettő közül melyiket választam. Elmúlt ez a habkönnyű diák szerelem az én életemben. És azzal, hogy most itt ketté választották ugye a TV1-et és TV2-t már, ami a képernyőseket illeti. Az én véleményem szerint baromság, mert ebben a televízióban nincs annyi képernyős, hogy egy csatornára elég legyen, nem annyi, hogy kettőre. De hát ez egy másik történet, és azért ez mégis valamilyen módon szakma. Tehát vannak nagyon tehetséges újságírók, akik rendszeresen rosszak a televízióban. Rózsa Feszi, aki csinálta a napzártákat, az tudja, hogy a legjobb szakújságírók akkor a betűt tudnak csinálni,
Tudnék, ez egy másik szakma itt, az ember nem igazán tanítszák ezt mondjuk soha, de megtanul egy csomó mindent, ami hozzátartozik a televíziónak. Amit esetleg jó az a dolog. Jó, vagy csak elhihető. Hát teljesen mindegy, szóval én mindig azt a Faramuci példát szoktam mondani, hogy nekünk, illetve hát a magam nevében szoktam beszélni, más nevében nem, de hogy nekem ahhoz van tehetségem, hogy úgy tűnjek, mintha tehetséges lennék. Tehát végül is... Kápa mondta ezt. Hogy nem a tehetség a fontos, hanem a tehetség illúziójának. Na most ahhoz, hogy hiteles legyen, amit én csinálok, ez az illúzió sajnos elsőbbrendű, mint maga. Ez a televízió, ez nem művészet. Szóval el lehet vitatkozni festészetben arról, hogy most az impressionizmus, az egzisztenz, vagy mit, amit akarsz, mindent összehozhat, vagy az expressionizmus, vagy bármi más. A televízió az egy iparág. Vannak videóművészet, meg művészet, tévéjáték, tévédráma ilyen ágai, de amit mi csinálunk, az egy ipar, aminek egyetlen mércéje van, hogy nézik-e az ember. Az összes többi duma. Az én érzésem az az, hogyha én a világ legjobb újságírója vagyok, és élő ember meg nem nézi azt a műsort, amit csinálok, akkor engem hiába visz a vállán a szakma, én egy televízióban fölösleges vagyok. Mert nevetséges hatás fog 100 000 embernek csinálni műsort akkor, amikor 2 milliónál kezdődik valaminek a hatás. Én tudom, hogy a 100 000 sok. Sok lap nem jelenik meg ennyiben. Tehát az a fajta téma, amit én csinálok. Aztán vannak bizonyos réteg műsorok olyan televíziókban, amelyek nem a forgalomból élnek, tehát nem a reklámból. Ott minden bizonnyal kellenek ilyen emberek, de azoknak is televíziós szakembereknek kell lenni. Amit ez volt az arcpoétika, a dolog lényege az, hogy én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy valaki egy adásba beül és ő vezeti a műsort, onnantól kezdve ő csinál azzal a műsorral minden. Ő szerkeszti, ő rendezi, ő vezeti. Tehát Isten igazából ilyen félelme az embernek nincs. A munka lehetőséget el lehet tőle venni, de saját magát nem. Most a munka lehetőséget nem fogják itt senkitől elvenni, mert nagyon kevés az ember, aki ezt igazából képes csinálni. Nem, én úgy gondolom, hogy most, hogy a dolognak, hogy ez így ketté vált, és ezáltal ha valaki valamelyik csatornának aláír, akkor nincs hova menekülni. Magyarországon most ez a 2 televízió van. Én aláírom, hogy nem megyek a másikra dolgozni, már pedig most ugye ebben állapodtak meg, abszolút a fejünk fölött, de hát végül is ebben állapodtak meg. Addig én, ha bármilyen lidércnyomásos főnöknőm is volt nekem a Balogh Mari, volt egy állásom, ott el voltam, és elkezdtem csinálni más műsorokat. Tehát elmenekülhettem máshova műsort csinálni. Na most hiába kapom én a legjobb főnököt is, ha olyan körülmények állnak elő, hogy én itt nem tudok műsort csinálni, akár a főnök személytől is függettem, vagy más az ízlésünk, vagy bármi történt, nem tudom. Az együttélésben kiderül, vagy itt vagy ott, abban a pillanatban kiírtam magam a televízióból. Következésképpen nekem egy olyan szerződést kell kapnom, de jogi garanciám van arra, hogy milyen műsort kell csinálnom, és hogy mennyiért kell csinálnom. Ez egyszerűen nevetséges, hogyha valaki a kefekötő KTSZ-hez, aminek 60 tagja van, elmegy hivatalsegédnek, az elé leraknak egy komplet munkaszerződést. És akkor ide úgy kéne, elnézést a kifejezésért, sztároknak szerződniük, hogy tulajdonképpen a világon ebben a szerződésben nincsen. Ez a változás te műsorodat érinti valamilyen szinten? Tehát van-e olyan dolog, ami megszűnik, amit te eddig csináltál. Milyen változásra gondolsz? Hogy itt a TV2? Igen. Nem, itt tehát mert most itt a Péter nekem mondott 4 műsort, ami megszűnik. Nem, én abban a büszke állapotban vagyok, hogy nekem egyetlen egy műsorom van, ami úgymond műsor. Ez az a 0. Kicsitágozás, ez nem szűnik meg. És a TV1-en volt egy szórakoztató, viszont ez az Ez meg az című műsor, ami szintén átmenne a Vitrai. Tehát engem semmiféle egzisztenciális veszély nem fenyeget, mert tulajdonképpen a létező összes műsorom megmaradna. A létező összes műsorom megmaradna, de bevallom őszintén tűnyek anyagiasnak, nem akarom 6000 forintért csinálni többet ezt a 0. kicsit találkozások című műsort, mert ha otthon leülök, elgondolkozom és írok egy publicisztikát valamelyik lapnak, akkor egy kicsit többet kapok, mint egy 40 perces tévéműsorért, amit sokkal vonóval előállítok. Tehát én úgy gondolom, nekem teljesen ez az alapom. Szóval, ha úgy veszük, hogy én egy keresett kosárlabdázó vagyok, akkor én ott fogok kosárazni, ahol jobb szerződést kínálnak.
Éjszakai műsorban lesz valami? Nem tudom. Semmi? De hát, nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy milyen műsorok lesznek a televízióban. Tényleg nem tudom. Én ismerem az ittenit, itt is van éjszakai műsor. Mert nekem most kell aláírni a szerződést négy napon belül? Hát kell, persze, hát én 31-ig vagyok a TV2 kihelyezve, mert ugyanakkor határozatlan időre vagyok szerződve a Magyar Televízió. Tehát valahol azt mondja, el kell döntenem. Nem én fogom eldönteni egyébként, hanem az ügyvédem. Tehát idáig jutott a dolog, én teljesen természetes dolognak tartom. Ő fogja eldönteni, hogy a két szerződés közül melyik a jobb. Csak nekem tényleg úgy tűnik ez a TV2, mint egy ilyen... Tehát nyilván itt is vannak problémák, meg feszültségek, de volt egy ilyen családias jellege a dolognak. Én ezzel... Hogy az ember jól érzte magát. Tudom, hogy egy idő után már nem érdekes a család, ez a család, és le van szarva, mert hazamegy az ember, és otthon jól érzi magát, de... Ez nem baj, az ember rosszul érzi magát a munkahelyén, csak azt hiszem, hogy a... Nem baj, ha jól érzi magát a munkahelyet, de az sem baj, rosszul egyébként, nem? Horváth Ádám mondta egyszer, hogy neki már tökélet tele van itt a jó szándékú amatőrökkel, ő gonosz profikkal szeretne együtt dolgozni. És ezt én nem a TV2-re mondom. De én úgy gondolom, hogy egy kicsit anakronisztikus, mert ezzel magunkat bántom meg, hogy kicsit anakronisztikus a Tigrisös felbozdulása. Szóval ezek a nagy célra szerveződő, boldog dumák, egyébként az egész televízióra nagyon sokáig jellemző volt, ma már nem, de nem azért, mert kialakult a profizmus, hanem azért, mert elidegenedtek az emberek egymást, és már rühellenek bejönni. Amire nem a televízió csak tehetnek egyébként, hanem az igen tisztelt különböző hatalmak, akik itt egymást követték, és egyetlen egy fontos szándékuk volt, hogy szétverjék a televíziót, mert praktikusan, hogyha a hatásmechanizmusát nézed a dolognak, a mai kormány, azért nem mondok hatalmat, mert sokkal kisebb hatalom, mint a régi. Pontosan ugyanazon az alapon ítéli meg a televíziót. Az abszolút bolsevik reflex az az, hogy mindegy, hogy mennyire hülye az illető, csak azt mondja, amit én hallani akarok. És nem veszi észre például az én véleményem szerint az MDF az, hogy az ő népszerűségének a csökkenésében nagy részt játszanak azok a tehetségtelen, alkalmatlan emberek, akik pontosan önmaguk mentése miatt felesküdtek. Tudnélik, ez az ország, ez nem hülye. Ez egy perc alatt észreveszi, észrevette a taxisztrájk alatt, észrevette máskor, kilóg a lóláb. Hát akkor már legalább egy profi embert vegyenek meg, hogy manipuláljon mellettük, hiszen a hatalom mindenhol meg akarja szerezni a tömegkommunikációt, ez a természetes. Van, ahol ezt meg tudják akadályozni, van, ahol nem. Hát azért az amerikai független televíziózásra, és hát el kell olvasni az Övék a hatalom című könyvet, hogy kiderül, hogy milyen pressziók alatt csinálták ezt a bizonyos szabad sajtót. Na de profi. Hát profi. Itt, és beszéltem is ezzel valakivel, egy nagyon értelmes emberrel onnan, és az azt mondta, hogy hát igen, de mellettünk vannak. Nem veszik észre, a televízióban nem az a lényeg, hogy mit akarsz mondani, hanem az, hogy mit értenek. Mert ez a közönségről szól ez a műfaj. Azt akarom manipulálni. De itt, hogyha valaki ha valaki a mindenkori hatalmat a homlokára tetováltatja ide a párt nevét, akkor boldogak, és akkor elégedettek vele. És sajnos egyetlen egy olyan párt, mert a Péter ebben vitatkozni fog, egyetlen egy olyan pártot nem ismerek Magyarországon, amelyik ezzel nem így lenne. Amelyik ezzel nem így lenne, mindig megpróbálja meg. Szóval én már csináltam abszolút közélet, nem is politikai műsor, én kiszálltam a politikai műsorokból egy ideje, valamelyikből kihagytak, valamelyikből kiszálltam. Teljesen független műsort csináltam, egy közéleti fecsegés volt önkormányzatok. Most testemre SZDSZ-es volt az a két ember, akivel beszélgettem, de ilyen fontos dologról kell egyetesíteni, mert hol legyen a nyilvános vétel, és utána kaptam vissza, hogy nem is tudták, hogy átváltoltam az MDF-hez. Azért, mert bejön ide egy alkalmatlan majom össze-vissza hazudozik, az pont SZDSZ-es, na most ha én rámutatok arra a négy hazugságra, ami az ő négy állításában benne van, akkor rögtön MDF-es vagyok. Ezt most csak azért mondtam, hogy a magam objektivitását megőrizzem, hogy nem csak a hatalom hülye, hanem az ellenzék is igaz lenni. Tehát, na most innentől kezdve ezt a televíziót mindenki csak lebontani akarja, mert azt hiszik majd, hogy a maguk dadogós embereit ültetik be már mindenhova, hogy a súgógépről se tudják leolvasni a
a szöveget, akkor ez egy jó televízió lesz, ember nem fogja nézni. Mint ahogy meg lehet nézni bizonyos műsorokat, amit nem akarok itt kollégák ellen ágálni, csökken a népszerűségük, a nézettségük, mert egyáltalán megy szarrá az egész, miközben elégedettség honnalat álljon, mert hogy hát milyen állatira meg tudunk felelni. Mindenki, ez az alapséma. Ez volt a forradalomnak nevezett romániai kútban, ez folyik most itt szép csendesen. Hát itt olyan emberek mondják televíziós újságírók, ahogy Bolsevik Bérend, most egy másik alapállásból, akik azelőtt ütöttek, vágtak minket, mint bolsevikok. De hát természetesen ez egy jó érvrendszer, tehát így szét lehet zilálni és le lehet rombolni a televíziót, de furcsa módon a közvéleménykutatások szerint ennek a televíziónak ma még az egyházénál is nagyobb a presztízse az országban. Nem beszélve a politikai pártokról. Ami nagyon meglepő és egy beteg állapotot sugall, de ma a televízió presztízse a legnagyobb az összes intézmény. De te nem ma, mert ez aztán már egy két hónapos közvéleménykutatás, de gyanítom, hogy azóta a pártok presztízse annyit nem javult, hogy megelőztek volna minket. Úgyhogy én csak valamiféle szerződéses rendben látom a magam biztonságát. Bevallom őszintén, ilyenkor az ember nem igazán gondolkozik azon, hogy szereti, nem szereti ilyen csapat, olyan csapat. Ez egy helyes társaság volt itt a TV2-ben, helyesebb volt, mint bármelyik másik. Itt is egymás hátába vagdostuk a kész, ha arról volt szó. Ebben a szakmában természetes tudni élik, hogyha tudni kéne. Ez olyan, mint egy színház. De hát ez nem tudott másmilyen lenni a társaság, mert ez az egy szobája van. Tehát más történet valakit egy másik szobából utál. Hogy a Horváth Ádám nagyon rosszul fogja érezni magát, ha itt lenne. A gonosz profikkal akarna dolgozni, de ezt rendőrűzni. Nézd meg, hogy a Horváth Ádám tulajdonképpen elegánsan félrevonult. Valószínűleg pont ezért, amit te mondasz. Igen, csinálja a szomszédokat, ami neki egy parkolópálya, mert mondjuk úgy, ez egy nagyon fontos szakmai dolog. Meg kell csinálni egy ilyen teleregényt, vagy hogy hívják ezt, ez mindenhol a televízióban fontos, de hát mondjuk a világon senki nem tudja koncertet közvetíteni kottából, mint a Horváth Ádám. Tehát akkor, de hogyha megnézed, akkor az igazi, a Horváth János eltűnt, ugye hát elmenekül ki egy kicsit parkolni, ezért, de a Baló nem csinál műsort, a Wiesinger nem csinál műsort. Tulajdonképpen az a pár ember, aki szépen, a Benda nem csinál műsort, most jelenlevőkről nem beszélek, és tulajdonképpen pseudo műsorokat csinálnak azok is, akik csinálnak. Hát nekem sem a nulladik típusú találkozások az életcélom, és már itt tartunk, a Vitrei Tamás is tud sokkal konkrétabb és sokkal jobb műsort csinálni, mint például az apád anyád idejöjjön. Én gyanítom, hogy ő is vár valamire, ő se akar lecsatlakozni sehova, és ilyenkor az emberek parkolnak. Ilyenkor az emberek nem tudnak mit csinálni, és aztán ilyenkor arat a középszer. Én borzalmasan félek attól, hogy azok a nevezük alternatívnak, vagy bármilyen kezdeményezések, amelyek valamitől nagyon rossz az alternatív, de azok, akik nem fértek bele a TV1-be, azok tudtak jönni a TV2-be, mert nyitva volt az ajtó, lehet, hogy néhány, egy alacsony százaléka ki volt rúgva, de minden esetre fel volt karolva egy réteg. Ez mind politika, mind művészet, mind televízió, mind mozi, mind bármilyen szinten ide lehetett jönni. Fordítva volt, amikor mi a TV1-ről eljöttünk, a Péter ez alul kivétel, mert akkor rádiós volt. Amikor mi a TV1-ről eljöttünk, hogy eljöttünk ide, mi le lettünk árulva. Hogy ott hagytuk a kenyéradó gazdánkat, akkor ott állt a hisztéria, hogy akkor nem lehet műsort csinálni, ha mindenki átszerződik a TV2-re. Engem ez a mai beszélgetés itt emlékeztetett arra, amikor mi onnan eljöttünk. Hogy akkor rárúgta az ajtót a Medveszki, aki akkor a belpolitika főszereplője. Jó, én erre gondolok, most csak azt hiszem, arra gondolok. Ja, én is tudom, hogy ő mire gondol. Egy felvevő piaca is volt mindannak, ami egy másféle ízlés világban nem fér bele. Igen, de ide átjött egy csomó ember, az emberek többsége átjött arról a TV1-ről, és semmi más nem történt velük, itt akartam erre a dologra válaszolni, hogy szabadabbak lettek.
Nem az emberek voltak másmilyenek, hanem egyszerűen ebben a struktúrában szabadabbak lettek, aminek ilyen műszaki háttere van, hogy van egy állandó stúdió, akit ha elkapok valakit az utcán, és mond két érdekeset, be tudom rángatni, és föl tudok vele valamit venni, ami egy rádiósnak mindennapi dolog, hogy szól Józsinak, hogy most akkor beülök ide, és csinálok egy 10 perces beszélgetést. Az emberek szabadabbak lettek, és ettől aztán nyitottabbá vált ez az egész csatorna mindenféle. Szóval nem személyekre gondolok én sem, hanem igen, tendenciák. De hát ide úgy tudtak ezek a tendenciák bekerülni, hogy szerettek azok a személyek. Hogy lazaság volt. Nem, hát itt nem, itt voltak lukak. Szóval ebben a műsorban lukak voltak, az elején jóval több, hála Istennek, később aztán már jóval kevesebb. Tehát itt ez egy laza, fegyelmezetlen műsor volt, amit azért végül mégiscsak helyek közben profik csináltak, volt, aki profiként jött volt, aki megtanulta, és ennek következtében bekerülhettek ide ezek a dolgok. Nem volt egy olyan szigorú, megmerevedett műsor struktúra, mint a TV1-en. Nyilván én is hazabeszélek azzal, hogy mit meg tudtunk jelenni havonta egyszer, 45-50-30 percben. Ti is, mások is, más műhelyek is, ti meg, és most van egy félelmem, hogy igen. De ti meg tudtatok volna jelenni a TV1-ben is, hogyha valakinek 89 márciusában eszébe jut, hogy bead egy olyan havi műsortervet, hogy 90, ugye mert az 90 januártól szólt, az 89 márciusában kell beadni egy igazi rendes televízióba, hogy a fekete doboz egy órája. És ahogy én a világra emlékszem, 89 március táján már el is fogkapták volna ezt a műsortervet, de az embernek eszébe nem jutott. És nektek volna, ez volna a legszebb, ha tudtátok volna, hogy minden hónap harmadik péntekén nektek valamit produkálni kell, ez meg tőletek idegen. Tehát ott így állt föl ez a műsorszerkezet, nálunk meg az volt, hogyha ide bezuhant valaki, de nem csak a fekete doboz, hanem a bezuhant Kovács Jenő, hogy most ő ezt forgatta a VHS-ével, akkor hogyha sikerült leküzdeni itt az ellenállásokat, technikai ellenállásokat, hogy rossz a minősége, nem edzene, akkor azt is meg lehetett csinálni. Hát szóval, ahol én televíziós lettem, akkor már dolgoztam X éve a televíziónál, ez az Ablak című műsor volt, amiben két találmány volt, az egyik az, hogy ki volt kiállt a szolgáltató műsornak, és ezért úgy lehetett benne politizálni, hogy nem rúgtak minket percenként valakba, mert nem komoly dolog ez. Igen. Háromszor annyian nézték, mint bármelyik politikai műsor, de nem számított politikai műsornak. Tehát egy nézetlen politikai műsorban mondják el azt, amit ebben mondtak el, akkor mindenki le van váltva. A másik találmány az volt, hogy ez egy keret volt. Tehát ez egy egyórás keret volt, amiben bármit be lehetett hozni. Hát annak idején az egész magyar sajtóban szó nem esett az Ős Nagy Marosról, amit egy szolgáltató műsor kellős közepén a História cikket idéztük és ajánlottuk, és mit tudom én, tehát ez egy egyórás keret volt, a TV2 egy 6 órás keret. Itt egyszerűen arról van szó az én szolid megítélésem szerint, hogy ha már politizálunk, de magánemberként hajlamos vagyok erre, meg esetleg ha publicisztikát írok, de csak saját magammal kell együtt mutatkozni, tehát ez nem olyan nagy felelősség. Hogy itt teljesen arról van szó, hogy itt a sajtóval kapcsolatos reflexek abszolút semmit nem változtatnak. Ezt én csak nagyon csendben mondom, és nyugodtan megsértek bárkit, hogy ez a magyar sajtó, mondjuk azt hiszem a 65-70%-a volt pártag. Én is. Tehát itt most bevallom a világ előtt, hogy én pártag voltam. Ez messze többet tett ennek a hatalomnak a lebontásában. Veletek együtt. Mint az a pár derék ember, aki kétségtelenül megalkuvástól abszolút mentesen csinálta azt, amit csinált. És nem beszélek ezekről a műpartizánokról, akik most utólag feszítik magukat keresztre. Én megvan őszintén, nekem én pártagként sem kaptam semmiféle kitüntetést. Most már nem is stresszre, hanem kopjafára. Kopjafára, igen, ez a jó. Teljesen mindegy, hogy mire. De én semmiféle kitüntetést nem kaptam a parlamentben, majd mindegyik képviselők több kitüntetése van, mint nekem, miközben őket üldözték. Én meg bolsevik bérenc voltam. Amikor nézem a némely kollégám megnyilatkozását arról, hogy ő ilyen fegyelmi, én is kaptam ilyen olyan, és sose tüntetek vele. Tudnék, az ember legyen képes felismerni, hogy mi a különbség a betyár meg az inas között. Az inast is valakba rúgják, ha lejti a készletet. Na most velünk ez fordult elő. A Péter a rádióban volt inas, én meg a televízióban voltam inas. A betyár
az az, aki ott kint lakik, ül a tábortűz körül, és fölakasztják, ha elakasztják. Na most itt a rendszeresen sok hős közül a többség inas volt. Igen. És igen, kevés volt az igazi betyár, de az inasok is sokat tettek ebben a palotaforradalomban, ha úgy tettük. Nem beszélve aztán azokra a külső tényezőkről, amiket alapvetően meghatározták. Mert nekem meggyőződésem szerint, hogy egy erős Szovjetunióval, egy déli hadseregcsoporttal itt nem igazán lehetett ugrálni, mert ez a dolog történethez hozzátartozik. Na most ennek a kompenzálása folyik az új politikai erőknél. Tehát ennek a mindenáron való kompenzálása folyik ugyanazokkal az ideológiai terrorhoz tartozó eszközökkel. Na most, és itt természetes, egyetlen egy különbség van, hogy amíg az utolsó egy-két évét leszámítva ennek a bizonyos kommunista hatalomnak, nekik mindig megvolt az erejük ahhoz, hogy valakit elhallgattassak. Ahhoz már, hogy tartósan, ahhoz már nem, mert azért itt ott rehabilitálgattak embereket, meg azért ott is elsakkozott valaki, mert ha X-eltárs valakire baromi dühös volt, akkor az Y-eltárs azért valahova kimentette, mert nem azért, mert egy jó ember volt, hanem mert utálta X-eltársat. Tehát a francia királyi udvar abszolútista praktikái azok üzemeltek a bolsevik párton belül is. Ma ez a hatalom, és ettől vonyít ilyen hangosan, nem csak a hatalom, hanem a nem létező 17 tagú pártok is, attól ilyen állati hangosak, mert azért igazán erejük nincs erre. Tudnék, itt elszabadult a szellem valamilyen módon, és ezt nem lehet visszagyömötölni a palacba. Remélem, hogy nem lehet visszagyömötölni a palacba, mert hogyha kitalálnak egy rendes kis sajtótörvényt, de tulajdonképpen egy törvényt se lehet végrehajtani, akkor hogyha az alkalmatlan a valóságra, csak terrorra. Hát aztán, ha meg terror lesz, akkor meg fogja az ember az útlevelét is. Emlékszel, hogy miről beszéltünk egy hónappal ezelőtt, amikor mondtam, hogy van egy műhelyünk, ahol van egy titkos szoba, mert lehet, hogy az illegalitás vissza fog térni. Már úgy készült? Igen. Én ettől nem félek, hogy mondjam, én hozzám közel állt azért az a fajta történet, hogy ilyen Madár fiainak című tompa vers, ilyen áttett, ha úgy tetszik, hofmetolos publicisztika, de sokkal elegánsabbnak és jobbnak tartottam, mint azt az össznépi anyázást, ami ma folyik a sajtóban. Szóval én egyszerűen attól vagyok elkeseredve, de már egyébként már tele van az újságolvasók cipője is ezzel, mert látható, hogy ezek a lapok, amik a kurva anyázással mentek föl 400 ezerre, azok hogy esnek vissza 80-ra. Tehát, de hogy viszont a Rudas Magyit meg cenzúrálta? És ez nem így? Hogy? Van humoristák mondták, hogy a szövegeiket ellenőrzik mostanában előadás előtt is. Mert hozzám nagy bandon is szaladt oda a folyosón itt a televízióban, és azt mondta, hogy hívjátok be a humoristák egy részét a napzártába, hadd mondják el, hogy a kabaré szövegeit egyszerűen meghívják. Erre gondoltam. Én teljesen meg voltam döbbenve, mondtam. Na, melyik a rádiókabaré? A rádiókabaréra utalt, akkor itt is teljesen meg voltam döbbenve. Én a rádiókabaré... Várj, deklaráljuk, március 25-en, 26-en, vagy 27-en, most nem tudom, hirtelen, 1991. Jó Isten tudja, majd fél év múlva lehet, hogy ezek a konkrét dolgok lesznek. Most lehet, hogy csak rém. Én a rádiókabaréban folyamatosan dolgozom. Kifutottunk? Nem. Én a rádiókabaréban folyamatosan dolgozom, hogy semmiféle cenzúrát nem vettem. Én is, de nehezen tudom. Na most van a dolognak egy másik része, hogy a nagybandó például, ha egy pillanatra felügyelet nélkül hagyják, rögtön így 70 flekket. Na most ebből az én megítélésem szerint kb. 3 használható. Ő egy tehetséges ember, de grafomán. Na most a rádiókabaré felvételek, aztán én abba hagyom itt a bennfenteskedést, ezek úgy néznek ki, hogy fölveszik a rádiókabarét másfél órába, és utána kimegy a nagybandó másfél óráig, és abból születik 5 perc a rádiókabaréban. Na most azért azt nem szabad összekeverni, és nagyon sok újságíró tartom el, hogy cenzúra, nem, szerkesztő az van. Tehát az a világon sehol nem úgy van, hogy abban a pillanatban, hogyha az én agyrémemet én megírom, beviszem, a legszabadabb sajtó, legszabadabb újságában is kirúghat páros lábbal a szerkesztő, és azt mondhatja, hogy ez neki nem kell. És nálunk ez egy ilyen nagyon jó reflex, hogy azt mondják, hogy akkor azért nem, mert engem cenzúráznak. Azért nem, mert én nem vagyok elég szabad. Ez egy hülye történet. Hát,
tizenhány év paranoiájának. Hát egyrészt másrészt vegyük észre azt azért, hogy itt a kommunizmus idején azért tehetséges emberek érvényesítek, senki nem mondja kétségben, hogy itt a Éva tehetséges színésznő volt. Ugyanakkor engem addig nem is zavart a dolog, amíg az összes beszédhibás, csúnya, pupos színésznő, aki el akarta játszani Júliát, és mondjuk a oldalról bejövő rabszolgalány szerepében sem volt már az ember tragédiájában hiteles, ez most mind arra hivatkozik, hogy a kommunista elnyomás miatt nem tudott érvényesülni, ez még nem zavar. Az kezdett el zavarni, amikor azt mondták, hogy, hát az, hogy mindenki, aki akkor érvényesült, az természetesen, igen, azt kezdi, hogyha idézhetem, amit mondtál. Következésképpen ezek szerint tehát a Rutkai Éva is csak valószínűleg csak azért, mert KGB-s volt, mert BMS volt, mert NKVD-s volt, nem tudom, hogy belefér az ő életébe ez. Tehát... nem érdekes, hogy beleférne. Jó, bele, minden belefér, mert hát én most hallottam egy ilyen gyűlés, teljesen véletlenül tévedtem egy cigarettát egy büfébe, egyik pártgyűléshezett, és Horn Gyula Ávós múltjáról volt benne szó, hogy milyen rémtetteket követett el 56 előtt és 56-ban is. Na most én jól számom, hogy a majd 15-16 éves lehetett abban az időszakban. Teljes, senkit nem érdekel. Senki nem veszi a fáradtságot, hogy utána számoljon, hogy vajon a 16 éves Horn Gyula olyan meghatározó erő lehetett a megtorlások idején. Én nem tudom, én egyet tudok, hogy én amikor ez itt elkezdődött, akkor még tevékeny részese is voltam, mert mondjuk az első 60 nap zártából azért olyan 30-at csináltam, akkor amikor minden nap történt valami. És én akkor elvittem azt, hogy most itt tényleg, szóval tiszta tekintettel a jövőben, hogy direkt karakírozom. Szóval tényleg azt hittem, hogy akkor itt most valami igazi van. Na most hát a tökön tele van a történettel. Szóval ezt úgy érzem magam, mint valaki, aki a gyönyörű szűzlánt nátra vitte az ágyába, az lecsatolta az egyik nyílábát, a másik nyílábát, levette a mellét, kiderült, hogy fiú volt, és hogy szűzlétére a létező összes nemi betegséget megkapta tőle az ember másnapra. Szóval én eszmetve csalódott vagyok. A Péterben van egy ilyen messianisztikus indítatás, hogy mit ezt a politikát csinálni, én nem csinálom, mert én nem érzem jól magam ebben a történetben. Nem érzem jól magam. Ezért inkább visszavonulunk a nulladik típusú terekbe. Nem a nulladik típusú találkozásokban, mert azért az ember magát nem tudja megtagadni. Nem találkozásról gondolok, hanem a nulladik típusú terekbe vonulok vissza, mert például amire lehet, hogy én oktalanul, de magam ugyan valamelyes büszke vagyok, azok a publicisztikák, amiket én a hócipőbe írok, azokat bármikor vállalom, és azok kemény politikáról szólnak. Ha nem is ilyen, a te anyád kurva volt, te apád meg csendőr, vagy munkásőr, teljesen mindegy, melyiket mondom a kettő közül. De ott elmondom a gondolataimat, de ez a fajta pártpolitizálás, ez rettenetesen idegen tőlem. Iszonyatosan heróton van tőle, mert azt pont azt hittem, hogy ennek van vége. Hogy a rágalom hadjáratoknak, hogyha két ember vitatkozik, akkor ott a vita tárgyáról szólnak az érvek, nem a másik magánéletéről. Nogdatú nem a másik múltjáról. Kit érdekel az, hogy Arany János uzsorakamatra adott kölcsön? Kit érdekel? Hát nem erről szól ez a történet. Itt ott a baj, hogy, és ez tényleg ez az itteni beidegződés, hogy sehol a világon az úgynevezett kormánypárti lapok nem tartoznak a szétkapkodott újságok közé. Tudnélik, bárkire is szavaz bárki, a mindennapi életében nem kormánypárti az állampolgár. Tudnélik, ugye a feleséged is téged választott, de amikor bármiféle konfliktus van, akkor nem arra emlékszik, hogy hány orgazmusa volt veled, meg hányszor hoztál neki rózsát, hanem arra a három szemétségre, amit megcsináltál vele. Ez egy teljesen természetes emberi magatartás. És ez a hatalom rizikója, hogyha ezt vállalja, akkor ezt is vállalnia kell. Ebben a dologban az újság meg az embereknek szól, és az embereknek próbálja eladni magát, következésképpen az újságírás egy ellenzéki létet jelent az én véleményem szerint. Én halálboldog voltam egyébként, amikor, vagy csak ilyen hócipő szinten is, amikor ugye az önkormányzati választásokat megnyerte az SZDSZ, mert azt mondtam, hogy na akkor most már végre
őket is profilizhatom. És akkor most már nem érhet az a vád. Az emberi hülyét kapott itt az elmúlt időszakban, amikor faszik a mérlegen, arra kényszerült, hogy mérlegelje, kiegyensúlyozó, hogy Istenem, hogyha van itt egy műszerint, de legalább összkapésre van szükségem. Hogy akkor innen is jön, közgazdászra egy, sehol a világon nem tudok. Jászusom, megnézve, mi elbillent a mérleg. Hát ez most mindenki érte. A létező demokráciában ilyen a választási kampány idején van, de aztán soha többet senkinek eszébe nem jut. Ez oly mértékig bevonult, hogy napi melóba, hogy én egyik ponton egyszer azt mondtam annak, hogy ez a pillanat, amikor ez a különlemben szentkifelembe, és nem érdekel, hogy emiatt megsértődnek emberek, emiatt politikailag támadnak, vagy nem támadnak, mert hogyha erre leszek figyelmes állandóan, akkor pont a lényeget felejtem, mert nem csinálok jó műsorát. Csak a soba... nagyon megtaláltak bennünket a magyarok tudnak. Igen. Igen. Mindenki meg fog találni, tudnélik, itt egyetlen egy dolog van, ha már beszéltünk a profizmusról, meg az amatőrizmusról, a profik, azok racionálisak, többé-kevésbé az amatőrök, azok emocionálisak. Na most, itt egy profi sajtó, és mindegy, hogy hogy alakul ki, de egy profi sajtó áll szemben, vagy mellett, vagy hívjuk akárhogy, de inkább szemben, egy profi sajtó áll szemben baromi amatőr politikusokkal. Jó, hát ez neki könnyebb is a dolgunk. Szóval jó, de nem, mondom, hogy könnyebb a dolgunk, de itt teljesen erről van szó. Hogy az amatőr az lelkes, ő a profi meggondolkozik. Hát nem tudok ennél sokkal jobban, nem akarom fölértékelni ezt a sajtót, de hát a történet úgy néz ki, megnyitom azt, hogy lesz a példát, hogy a profi bérgyilkos a társadalmilag hasznosabb. Mert azt mondják, hogy öld meg a Déri Jánost, az egy-két környezettanulmány és hideg fejjel lelő, mint egy nyulat, mert hogy pontlövő a pali. Ha azt mondják egy amatőr bérgyilkosnak, hogy öld meg a Dérit, akkor azt tudja, hogy én megyek, hogy tisztom én megnézni a Vígszínházba valamit, 10 perccel előadás kezdete után fölrobbantja a színházat, van 600 halott, csak én nem vagyok ott, mert elakadtam a forgalmi dugóba, és nem értem be a színházba. Emlékszel, együtt ültünk itt, aztán szilveszter elő napján, de lehet, hogy délután, nem tudom, volt ez az újságírók kontra politikusok, műsor a televízióban, teljesen mindegy, ott annak egyetlen egy rettetesen tanulságos pillanata volt, amikor a Csurka, ugye az Aditól a muszáj Herkuleseket idézte, hogy hát hogy mennyire a pici gnómok, bábok, nyomorékok, takony, mi egyéb, a muszáj az mennyire nem ér fel, hozzáállt egy szentség. Na most ugye egyrészt a nagyváradi újságíró Adi, mert hogy ő Nagyváradon volt újságíró, amikor ezt a verset írta, véletlenül nem az újságírókról írta ezt a verset, tehát már ez egy csúsztatás. Nem is az a baj, hogy a Csurka a szakma krémért, aki ott írt, legnómozta, letörpészte. És az van főjegy a bikáknál, hogy van. Igen, te az még a marhalevél az előtt. Szóval, hogy elmagyarázom, hogy nyilván, nem az az igazi baj, hogy azt mondta a Győrfi Mikire, a Farkasházira, a Rózsára, a Rám, a nem tudom ki jut még ott, a Keresztire, egy csomó újságíróra, hogy gnómok, törpék, ez nem a baj. A baj az, hogy azt hitte, hogy ő az Adi Endre. Szóval, ezt most nem csak viccből mondom, hát itt a nagyon nagy baj. Itt a nagyon nagy baj, hogy ülnek itt meglehetősen közepes képességű, barátságos, gentrói fiú, és azt hiszi mindegyik, hogy ő a Mészáros Lázár, hogy ő az Ötvös József, hogy ő a Széchenyi. Ez a baromi nagy baj. Én egy dologra jöttem rá, amire szükségszerűen valaki az életek valamelyik szakaszában mindig rájön, végszóan szánom, mert muszáj elmennem, hogy a szarnak az ellenkezője is lehet szar. Tehát az, ami Magyarországon állandóan hivatkozási alap, hogy mi ellene voltunk valaminek, az számomra még nem meggyőző, hogy nekem emellett kell lennem. Miközben esetleg én is ellene voltam annak, miközben belül voltam. Szóval ezek összehasonlíthatatlan dolgok. Itt nálunk állandóan az a hivatkozási alap. Senki nem azt mondja, hogy mi mellett van, hanem mindenki azt, hogy mi ellen volt. Az a szimpatikus, meg az a könnyű része a dolognak. Én úgy gondolom, hogy egy diktatúrát megbuktatott egy másik diktatúra, és a harmadik félnek ettől semmivel nem jobb. És akkor egy dolgot tennék hozzá, ami nagyon jól látható dolog ma még Magyarországon.
Ne kell nézni, hogy a civil egyesülések az úgynevezett civil társadalmi mozgalmak, vagy nevezzük bármilyen civil társadalmi szerveződések, vagy elsorvadnak, vagy tehetetlenek. Mi nem jött kifejezésre az értékközvetítés alulról, mert egyszerűen a létrejött hatalmi struktúra bezárólag az önkormányzatokat, újabbá tűnik, hogy lefedi a politikai gondolkodás, lefedi a közéletet, és minden rendben van, sehol nincsen. A pártállam utolsó 3-4 évben reneszánsza volt a akkor igen, de én arról beszélek, hogy a környezetvédők tehetetlenek, hogy a különböző jogvédő egyesületek tehetetlenek, hogy, hogy az orvosi kamara ketté hasad, és nem tudja elérni az alapvető céljait. Mert aki megtehette, az elkezdett, hogy mondjam, hát azért nem mindig csak állandóan elhivatott krisztusok voltak ezekben a civil kurázsin alapuló egyesületekben. Rögtön jó szóval éve bepártosodtak egy jelentős része. Hát ha megnézed, hogy nagyon taktikusan és ügyesen a zöldeket úgy intézték el Nyugat-Európába, hogy bevették őket a parlamentbe. Ahogy a hippiket annak idején Amerikában, ahogy intézményesítették. Ez most lehet, hogy egy hülye példa, ugye ezt a nagy felóval ültünk minak, mert ő kevés a magyar fogzene. Utána beszélgetem, én nem akartam itt azért nyilvánosan bántani. Perot eléggé eljátszott az antikommunista forradalmát. Igen, most nem akartam őt bántani, mondta, hogy nagyon akarom bántani, mondta, hogy miért bántottam, hogy akkor lejátszolom, hogy Selyem Laméban, aranyszínű Selyem Laméban tetsző tarpig énekelte a Beatrice együttes, amit ott volt abban négy lányom, a nagy perónk, ez együtt a felségüvet a diszkónótákat. Gyere a diszkóklub belé. Igen, és utána rögtön egy éve már szakadt köves volt, de mondom, nem csak ez a lényege, hanem az, hogy a nagy Feróék, amikor az erdős, aki egy okos az ember volt a Hamlemez gyárban, hogy tessék, csinálják, és lennek. Akkor a nagy Feróék egy évig húzták, nem tetszett nekik a borító, akkor ezt adták vissza, akkor beleírták azt, hogy anyád kicsája, hogy mondhassa azt az erdős, hogy ezt nem engedem. Akkor ezen folyt a vita. Még a Beatrice együttesnek abban a pillanatban vége lett volna annak a Beatrice-nek, ahogy lemezele. Na most itt ez történik, hogy demokrácia nincs, de konformizálódás van. Egyszerűen ez folyik az országban, és innentől kezdve, miközben az embereknek ugyanígy nincs semmiféle igazi identitása. Ezektől a politikai skrupulusoktól kellene megszabadulni, ami nagyon nehéz, és egy nagyon hosszú folyamat, úgy látszik, hogy azt hiszik, hogy ez sokkal gyorsabb lesz, amikor a bélyegeket felakasztása másokra megjelenséget, amikor az állandó kategorizálás az a kapjában helyezni, és megtudjuk, hogy éve előtt maga az ember. Szóval aki ért és aki által és ami által működik képes a világ erre. Egy nagyon jó példát láttam, a szellemiségét, ami jó, nem az, mert állandóan az ember átvesz példákat, mert nem alkalmazhatók a más országokban meglévő dolgok, de azért jó tanulmányozni ezeket. Láttam egy kiállítást Amerikában egy külügyi aulában, kiállításnak az volt a címben, fotokiállítás volt az Amerikai Egyesült Államok életében nagy kerítő, az Amerikai minden idővében. Most neked az volt a szimpatikus benne, hogy ha túltettem magam az önmutogató, önjénező dolgon, ami azért megnyilvánul az amerikai propaganda gépezetben a propagandában, de az volt a megkapó és bájos ebben, hogy a Amerikai Egyesült Államok életének nagyszerű pillanatai között ragyogó fotók szóltak azokról a kormány ellenes kőkemény véres tüntetésekről. A hippi mozgalmaknak arról az intenzív korszakára, amikor belejében támadták azt a technikai társadalmat, azt a civilizációt, amikor a legkeményebb konfrontációt érte meg az amerikai vezetés, mert a társadalom bizonyos rétegei nagyon jól artikulálva, nagyon-nagyon kemény fellépéssel támadták a saját egyébként istenített országukat. Ezek pontosan úgy ott voltak. Minden szélsőséges pillanata az amerikai életnek ott volt. És csak azért, mert történelem, mert a legutóbbi fotó 1993-ban származott, szóval... Csak itt egy alapvető különbség. Hogyan lehet szemben így és akkor már is gondolom, hogy ilyen bibliai alapon így jó emberek vagyunk, mert demokráciát szervezünk. Az amerikai hatalmi gépezet pontosan ugyanolyan cinikus, mint bármelyik másik hatalmi gépezet. Csak nem ideológikus. Akár még az is, az amerikai ideológia az más. Az amerikai ideológia az nem kötődik filozófiához, az ahhoz kötődik, hogy én amerikai vagyok. És
sokkal magasabb szinten áll Amerikában a fajelmélet, mint bárhol eddig a világon, csak ez egy kollektív fajelmélet. Igen, ami arról szól, hogy Ameri, nem arról, hogy te digó vagy, zsidó vagy, angol vagy, francia vagy, néger vagy, hanem arról szól, hogy amerikai vagy. Tehát ott egy ilyen teritoriális fajelmélet van, szabad így mondanom. Amerika az amerikai, aki. Igen, de a világ is. Tehát szarnak ők bele, ha megnézel egy híradót, akkor egy óra, ha éppen nincs öbölháború, egy órában 55 perc Amerika, amiben a Gábor és az a műfogsora többet visz, mint bármi más, mint a jugoszláv válság. Én nagyon sokszor voltam ott, pontosan tudom, de ott valahogy, biztos nem rövid idő alatt, megteremtődtek azok a törvényes garanciák, hogy az a cinikus hatalom is meg tud bukni. Nem azért bukik meg, mert olyan tiszta erkölcsű az a világ, hanem azért bukik meg, mert a különböző érdekcsoportok egyfolytában működnek, és a Nixont is meg lehet buktatni. És írszerű legyek, nincsenek elzárt napon. Igen, nincsenek. Jó, szóval csak ott üzemel, tudnélik, ezek nem, ez nem elhatározás kérdés, hogy demokrácia lesz. Meg én mindig azt szoktam mondani, azért nem merem soha nyilvánosan igazán mondani, de magamat is beleértem ebbe a dologba, hogy ha idehoznák most a teljes amerikai adminisztráció, amelyik most mondjuk a világ legdemokratikusabb kormány, és azért képességeik szerint is ott vannak az átok, ha még a tanácsadókat egyedeket beleveszem, azok se tudnának mit kezdeni Magyarországon, mert az amerikai kormányon se lehet 10 millió ázsiaival európai országgá válni. És magamat is az ázsiaiak közé vagyok kénytelen sorolni, mert hogy 40 éves vagyok 2 hét múlva, és ebből a 40-ből 38-at Ázsiában töltöttem. És belőlem Európában már csak vendégmunkás lehet. Nem kevés munkával. Disszidens. Még akkor is, ha ugyanott halok meg, ahol megszülettem. Nem vagyok európai. Nem is leszek. Szóval ez egy ilyen hülye álom. Ez a régi, hülye, magyar álom. Nem tudok más mondani. Nem cinikus vagyok, nem akarok kétségbe vonni az ország jövőjét, de amikor Mózes elindult a zsidókkal Kánaán fölé, akkor az alaptétel az volt, hogy aki az indulók között volt, az nem lépett be az ígéret földjére. Ez nem egy hülyeség. Ez a világ legbölcsebb találmánya. Ha Isten találta ki, ha Mózes, ha valamelyik alvezér. Akik az egyiptomi fogságban voltak, azok nem léphetnek be Kánaán. Maga Mózes sem. Ez nem vélet. Ide bölcsök, de elmegyek. Menjünk. Jó, mert jó, köszönöm. Életemben még ilyen könnyen nem jött össze műsor. Bárkit, akit felkértünk, elvállalta, legfeljebb külföldi akadályoztatás címén. Mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt, de életemben nem jött még össze 5 perc alatt műsor. Általában hónapokig szenvedek egy műsorral. Nagyon könnyű volt, de hát ez nem nekem köszönhető, mert 20 év kemény munka van, nem az enyém, hanem akiért itt ma összejöttünk. Nem azért veszünk ezen részt, többen is itt vagyunk a zenekarból, mert éppen lemezünk jelent meg, vagy mert ez itt a reklám helye. Csináltam Fóka Egon, ötlete volt egy futballmérkőzés sorozat a Körcsarnokban, azt hiszem egy héttel ezelőtt, vagy 8 nappal ezelőtt, ahol a zenekar a végén koncertezett, fantasztikus Nyilasi Tibiék, színészek, telesportosok, minden, már ott össze tudtunk szedni ki, egész pontosan 247 ezer forintot, úgyhogy ingyenes volt a koncert, tehát a közönség adta össze. És a Farkasháziék szóltak, hogy hát itt is lesz egy dolog, és így. Hát itt vagyunk. Én azt hiszem, hogy az itteni garnitúra, tehát a szereplők közül, talán merem állítani, hogy én ismerem a legrégebben. 1972-ben találkoztam vele, akkor ő még diszjoké volt, kevesen tudják. Mi az Ötvös Klubban játszottunk, az akkori Sprint, pontosabban a Szemek, Szájok, Szívek című zenekar, ami később aztán Sprint zenekar lett. És volt egy közös barátunk, Öcsnek hívták, és ő a Park Hotelben diszkózott, egy elég lepusztult helyiség volt, ez a keleti pályaudvar mellett. Van egy olyan érdekes sztorink egyébként, és az azóta is
emlegette János a rádióba, és az történt, hogy lejártunk hozzá ebbe a diszkóba, és volt neki egy nagyon baba óra szíjén vastag vasakkal kivett, jó rokkos volt, és arra kellett rászenni az órát. Kunyeráltam tőle, hogy add el nekem, de lényeg az, hogy 100 forintért sikerült megvennem ezt az óra szíjat. És hát aztán valahogy úgy elmondtam, nem adtam, hogy szegények is volt, mert lényeg az, hogy nem adtam meg neki sokáig ezt a 100 forintot. És a Kalipszó rádióba került, és akárhányszor velem kapcsolatosan volt valami, a műsorban betelefonáltak, vagy mit tudom, egy játék, hogy állandóan elmesélte, azt hiszem két-háromszor elmesélte. Már én röstettem, és mondtam neki, János, hát jó, a gyerekünk, meg röhögünk rajta, hogy Isten bizony, odaadom át, azt látom, hogy csak hagyd már abba. Dehogy adod azt, hogy különben ezt a poént soha nem, vagy ezt a poént többet nem tudom elsütni. Farkasházi fölhívott, és a világ legtermékezesebb dolga volt a számomra, hogy itt a helyem. Hát szóval egy ilyen embernek a részére bármit, akit az egész ország ennyire szeret, és egy ilyen hallatlanul becsületes pasas, mint amilyen ő, és hát ez a világ legtermészetesebb dolga. Ez nem volt kérdés. Rócipő két éve mindig úgy jelenik meg, hogy őnek egyedül van arra engedélye, hogy az utolsó pillanatban nyomdába hozza be a cikket, mert semmi más nem tudja belőle kihozni a cikket, csak a határidő. Tehát az utolsó pillanat nyomás előtt pár órával van mindig kész. És most, mikor beszéltem vele telefonon Mexikóban, mondtam csütörtök este, hogy nagyon szomorú leszek, mert holnap reggel bemegyek a nyomdába, és reggel 9-kor nem lesz ott a megszokott kéziratot, de remélem, hogy a következő számnál már megint itt vagy közöttünk. És letettük a telefont, és éjjel hívna a telefonon, hogy a déli Jancsi éjjel 4 órakor diktálni fog, és megírta a cikket nekünk aznap éjjel, aznap este, és éjjel 4 órakor valaki fönnmaradt egész éjjel, akinek lediktálta, és így reggel ott volt a cikk a nyomdában, sőt, fel is hívott utána, és azt mondta, hogy ha rossz hírt hallasz felőlem, ne hidd el, vagy ha el is hiszed, péntek reggel én onnan is írni fogok neked a nyomdában. Hát ahol csodákra van szükség, ott mindenben lehet hinni. És úgy gondolom, hogy ő, aki pláne egy olyan műsorral és olyan tárgyfővel sokat foglalkozik, amiben nap mint nap csodákról beszélnek az emberek, talán lehet egyszer egy ilyen csodának a szerencsés alanya. Mert hát végül is az a fontos, hogy meggyógyuljon, és még köztünk legyen egy darabig. Mi itt a nagy közönség előtt fölhívjuk Déri János telefonon Mexikóba, és beszélni fogunk vele. A teljes közönség füle hallatára, valamennyien akik itt vagyunk, és ebben a dologban közreműködünk, és azt hiszem ez egy szép végegesztus lesz ezen a koncerten, hogy végül ott Mexikóban egyedül magyarként ül, különböző betegek között, mint egy beteg, és aki nagyon messziről jött, valami kapcsolatot fog találni az otthonnal. Igen, nem volt hajlandó felépni, de ő küldött maga helyett egy felvételt. Igen. Jó estét kívánok! Kedves nyájátoknak itt a színpadon, és kedves nyájátoknak ott lenne a nézőtéren, hogy egy meglehetősen kellemetlen helyzetben vagyok, mert most valamilyen módon meg kéne köszönöm azt, amit értemetlen az emberek tettek, de nem áll jól ez a köszöngetés. Gondoltam már arra a barátaimban ügyeskedjük is, amikor előre beindult ez az üzlet, ami az én javamra szólt, hogy esetleg közzétettek egy hirdetést, hogy karitatív közügyekre bérhatoklást vállalok. Most ez azért meglehetősen cinikus, és tényleg csak azért mondom ezt, hogy ne kelljen sírnom. Köszönöm.
Nem tudom, honnan vettük azt a baromságot, hogy Szabolcs Szatmár megye elmaradott. Én itt Mexikóban szeméten és roncsautókon, esetleg félig kész vagy már félig ledőlt házakon kívül semmit sem láttam. Eleinte, mint mániákus építkező zavart, hogy nem tudom, hogy a ház még nem épült fel, vagy már dől össze. Aztán rájöttem, hogy mindegy. A kórházban, ahol japánokkal és amerikaiakkal várom a feltámadást, éppen emeletreépítés folyik. A munkások, hárman, ami már bonyolult technológia, mert jobbára itt egy ember építkezik. Szóval a munkások olyan 9:30 körül érkeznek, és rögtön alszanak egyet délig. Aztán ebéd, utána szabad foglalkozás, egyikük hegeszt valamit, a többiek nézik. Ez eltart olyan 6-7 percig, aztán végre kifogy a palack. Mutatom neki, hogy 6 méterre a teraszon van egy másik. No, ez importante. Nem fontos. Mondják halálnyugodtan. A háznak nem árt, ha nem épül. No, ez importante. Mondta dr. Bravo, a csillogóan intelligens fiatal orvosnő, amikor kicsit ijedten, kicsit undorral és igen kicsit büszkén mutogatom a daganataimat. A rákos sejt a legbutább a világon. Gőgös és buta, és kényszeresen el akar foglalni mindent. Ahová nem ér el, oda áttétet csinál. És amikor már mindenütt ő van, egyszer csak nincs sehol, mert belepusztul az egész test. Belepusztul a rák is. Vajon a nemzet testével hogy van ez? No, ez importante, mondja a doktornő. Mert ha az ember életéről van szó, fontos tudni, hogy mi a fontos. A Gerzson terápia szerint, már pedig én hiszek neki, bár csak az életem függ tőle, az a fontos, hogy a szervezet magához térje a megrázkodtatásból, és akkor legyőzi a hülye daganatokat. Ha ő választotta ki, ha nem. És akkor a térfoglaló progresszió, úgy is hívják előkelően a rákot, vissza kell, hogy vonuljon. Hiába volt egy darabig többen, szaporodott jobban, az atavizmus, ez az őssejt kipusztul az egészséges szervezetből, ha árt. Ez a természet demokráciája. Vagy a demokrácia immunrendszere. No, ez importante. A fontos, hogy egy ország immunrendszere kimutatható-e. Egy elég ronda daganat állítólag azt mesélte a minap egy társaságban, hogy attól vagyok újabban ilyen bátor, hogy már nincs vesztenivalom. Hát van. Még az nem attól, amivel ő még megijeszthet. A betegségnek egy dolgot biztos köszönhetek. Megtanultam látni. Úgyhogy, ha találkozom még a térfoglaló kollégával, már pedig szeretnék nagyon. Simán le tudom majd olvasni ebben a közéleti számháborúban. Mert tudom, hogy ott a homlokán a jel. No, ez importante.